Sziasztok! Ez itt a Hiperkocka második adása, innen az Orbán-hegyi óvoda sószobájából. Én Cebe Gábor vagyok, és itt ül velem Csányi Lilla. Sziasztok! És Murányi Pál. Sziasztok! A mai adásunkat a geek kultúra általános jellemzőivel kezdenénk, ha már ez lesz a központi témája ennek a podcastnek. És el is kezdünk róla beszélgetni. Mit jelent számunkra a geek kultúra? Nehéz kérdés, mert a geek kultúra jelentősen átalakult a kezdetekhez képest, sőt szerintem életkorunkból kifolyólag a geek kultúra első generációjáról úgy le is maradtunk. Én még a 90-es évekből emlékszem, a 90-es évekbeli geek kultúra legalábbis magyarországi megnyilvánulásaira, mint mondjuk a hazai fantasy élet, a Rúna, a Bíborhold harcai egymással, ugye a mágus univerzum, a Bíborhold féle általános szerepjáték univerzum, a Kerubion kiadó létrejötte, és hasonlók. Aztán ezt az egész geek kultúrát az internetnek a térhódítása volt az, ami végül is szerintem populárissá tette. Szerintem a mostani helyzet azért alakult ki így, ahogy, mert a fiatalabb generációk már az internetben nőttek bele, és a geek kultúra alapvetően azért mindig is az informatikához kötődött valamennyire. Hát én még hozzátenném talán azt is, hogy legalábbis az én részemről a geek kultúra mint olyan meg sem jelent nagyon hosszú ideig. Tehát már egészen régóta olvasgattam fantasy könyveket, sőt szerepjátszottam is, amikor először felmerült bennem az, hogy ez egy szubkultúra égeredményben, és nagyjából mire idáig eljutottunk, addigra már el is kezdődött popularizálódni a dolog. Hát igazából én szerintem pont a popularizálódás pillanatában csatlakoztam a geek kultúrához, ugyanis én elolvastam a Babó címen megjelent ugye Hobbitot, majd utána már rögtön jött a Harry Potter láz, és akkor mi ott a kis 12 éves öntudatunkkal már teljesen biztosak voltunk benne, hogy értünk jön a bagoly, és igenis varázslókként fogjuk tengetni hátralevő életünket. És hát szerintem a Harry Potter azért egy nagyon nagy lendületet adott ennek az egész szubkultúrának. Igen, a 2000-es évek elején csak úgy, mint a Gyűrűk urának a megfilmesítése és az elsőprő mozisiker. Ezek popularizálták ezt az egész dolgot, ugyanakkor most a 10-es években megjelenő újvonalas geek kultúráról mit gondoltok? Én most konkrétan a vastagkeretes, szemüveges, 16 éves lányokra gondolok, akik I am nerd feliratú pólókban szelfiznek. Hát nincs ezzel semmi baj igazából. Minél tágabb a felvevő közönség, annál több tartalom fog készülni. És hát igazából most az, hogy a tizen akárhány éves lányok és vagy fiúk minek öltöznek, vagy hogy mi mögé állnak oda, az ebből a szempontból majdnem teljesen mindegy. A popularitását szerintem leginkább, ahogy így halad előre az idő, annak köszönheti ez a szubkultúra, hogy egyre több mindenkit elér azáltal, hogy egyre könnyebb hozzá tartalmat kreálni. Elsősorban ugye a számítógépes animációk lesznek egyre olcsóbbak, és így azok is, akiket egyébként nem fogna meg pusztán mondjuk egy történet, a látvány, amit manapság produkálni tudnak, az bevonza az embereket a moziba, megnézeti velük a tévésorozatokat, és hát onnantól kezdve már ők is beletartoznak valamennyire a geek kultúrába.
Szerintem abban mindannyian egyet érthetünk, hogy a jelenlévők közül egyedül én voltam 16 éves lány. Ezért pontosan tudom, hogy ebben az életkorban nagyon-nagyon erős igény van a lányok körében is arra, hogy valamilyen csoport identifikációnk legyen. És hát szerintem azért részben a Sherlock sorozat volt az, ami a 10 éves lányoknak egy ilyen nagy-nagy löketet adott itt a 2010-es. Miért pont a Sherlock? Hát, hogy miért pont a Sherlock, azt nem tudom. Valószínűleg a Benedict Cumberbatchnek a fergeteges színész játéka lehetett az, de amikor ez a sorozat megjelent, akkor lett egyszerűen ilyen tömegtermék az okosnak lenni, szexi, pólók, bögrék és egyéb cuccok. Ja, értem, tehát így kapcsolódik a Sherlock sorozat a geek kultúrához. Szerinted kapcsolódik? Szerintem amúgy kapcsolódik, bár ugye a Sherlock Holmes mind regényekben, mind filmekben, mind sorozatokban ugye a misztikum az mindig lelepleződik, hogy valamilyen tudományos dolog adja a hátterét. De talán inkább úgy kapcsolódik a geek kultúrához, hogy ugye a sorozatoknak a szárnyalását éljük éppen meg, és a Sherlock az szintén egy elég populáris sorozat, ami bevonz további nézőket, akár a... hát nem tudom, de én úgy veszem észre, hogy aki nézi a Sherlockot, az 5 millió másik sorozatba is belekezdett utána. Én nekem van egy jó érvem amellett, hogy miért csatlakozik a Sherlock és Sherlock Holmes figurája a geek kultúrához. Annak ellenére, hogy ahogy Lilla elmondta, a természet feletti az sohasem valódi ugye a Sherlock művekben és semmelyik adaptációban sem. Ennek ellenére azért Sherlock Holmes mégiscsak egyfajta szuperhős figura, egy viktoriánus szuperhős, lehet így mondani, aki természetfeletti, vagy legalábbis mindenképpen emberfeletti intellektussal rendelkezik, és ennek a segítségével bűnügyeket old meg. Beszéljünk egy kicsit a geek kultúrának történetéről. Tudjuk-e például, hogy a kifejezések a geek és a nerd, ezek honnan származnak, és mi a különbség közöttük? A geeket tudom, az eredetileg a karneváli látványosságok egyike volt a geek, aki részben oda kapcsolódott az ilyen torzulásokkal és különleges fizikai jellemzőkkel bíró és emiatt mutogatott emberek, tehát ez az aligátor fiú, a szakállas nő és egyebek mellett ott volt a geek, akinek ugye nem volt semmilyen torzulása, de azzal tűnt ki, hogy nagyon gusztustalan és embertelen dolgokat művelt, tehát például élő csirkét evett és hasonlók. Úgyhogy nem éppen a magasból indult el ez a kedves szó, és hát meglehetősen sokáig nem is volt különösebb pozitív felhangja. És mikor a 80-as évek tájéken kezdték el a programozó meg informatikus geekekre használni ezt a kifejezést? Ez valami pejoratív jelzőként indult akkor ezek szerint. Ezt viszont nem tudom. Én valószínűsítem, hogy így történhetett. Az biztos, hogy pejoratív jelzőként használták. Ezt már csak a csodás magyar szinkronokból is tudhatjuk, ahol számtalan helyen a geeket ugye geeknak fordítja a szinkron fordító. A nerd kifejezésről tudunk bármit? Én passzolom. Nem tudunk. Akkor írjátok meg kommentbe, hogy a nerd kifejezés honnan származik, és mi a helyzet a magyar kockával, amiről végül is az adás is a nevét kapta. Nekem az a teóriám, hogy a kocka fejből származik, amit már régóta használnak azokra, akik hát
ezzel a tipikus introvertált, social anxiety személyiség együttesen rendelkező, sarokba kuporgó, és régebben sokat körmölő, újabban sokat számítógépező embereket ír le. Nem néztem meg az etimológiai szótárban, de én is arra tippelek, hogy ugye kocka, kocka monitor, és így lett ennek a szónak az evolúciója. Mi lehetett az a pont, ahol a kocka kultúra, mint olyan, kilépett az informatika teréből, és a sorozató összekapcsolódott a különféle spekulatív fikciós univerzumokkal? Mert ugye az 1900-as évek második felében messze nem volt ilyen spekulatív fikciós robbanás, mint ami most. Tehát a 40-es években kiadták a Gyűrűk urát, meg talán mondjuk a science fiction az azért ment a hidegháború alatt nagyon. A science fiction az azért eléggé ment mind a két oldalán a hidegháborúnak. Szerintem... meg még előbb is, hát gondoljunk Jules Verne-re. Igen, ez is igaz. Elsősorban, ha már a science fictionről, azért nekem valahogy mindig inkább űrhajóban megyünk valahova teszembe, de egyébként Jules Verne. Utazás a holdba, Jules Verne, űrhajóval megyünk a holdba. Ott a pont. Igen. Amit fel akartam hozni én ennek a kapcsán, azok kifejezetten a békebeli szovjet szkifik, amik egyébként nagyon érdekesek. Hogyha... Békebeli? Úgy érted a hidegháború alatti, ilyen 50-es, 60-as, 70-es évek? Igen, inkább az valóban. Vannak bocsánat, hogy offolom megint, de... említeném. Szerintem majd strigulázzuk, hogy mikor mondom ki azt a szót, hogy Lovecraft, mert valószínűleg gyakran ki fogom mondani, de megint csak vele tudok pedálozni. 900-as évek eleje, első világháború, és ugye ott is volt kőkemény sci-fi novellás kötetek bőven. Igen, igen, meg akár hozzákapcsolhatjuk Edgar Allan Poe-t is. Igen, szintén. Bár Poe szerintem inkább a szépirodalom és a horror határán egyensúlyozott. Meg hát végül is a fantasy az egyidős az emberrel, a tündérmesék azok túlnyomó részt Tolkiennél is ugye mitológiai alapokra építkeznek, amik több száz vagy több ezer éve kitalált elképzelések. A science fictionhöz pedig az az abstrakció kellett az emberek fejében, hogy a technológia az fejlődni tud, egy fejlődő ösvényen jár, és onnantól jelent meg igazán, hogy az emberek tapasztalták, hogy nagyapám idejében nem tudom, nem volt még gőzgép, most meg van gőzgép. Ez viszont nem igaz, ugyanis az első science fiction könyvet az ókori görögök írták. És nem gondolod, hogy az ókori görögöknek is volt, meg volt ez az abstrakciójuk, a technológia hát és a tudomány fejlődése? Gőzgépük nem volt, az biztos. Hát gőzgépük az nem volt, de ott is volt egyfajta tudományos előretörés, és mivel ők azért elég sokat agyaltak mindenféle dolgokon, egyszerűen megjelent. Miért nincsenek 8. századi science fictionök? Azért azt én is hozzátenném, hogy amikor azt mondod, hogy ókori görögök, akkor mindenkinek az aténi kultúra jut eszébe, de azért tisztázzuk, hogy Görögország nagyobb volt, tehát volt egy ilyen virágzó városállam, ahol tényleg így bugyogott ki minden kéményből a kultúra, meg a fejlődés, de ez azért nem volt általános. Nem, de azért feltehetően, hogyha valaki létrehozott egy sci-fi könyvet, az azért meglepő. Engem legalábbis meglepett, amikor először hallottam róla. Meglepő, ezért mondtam, hogy a tudományos és technológiai fejlődésnek az abstrakciója kell az emberek fejében ahhoz, hogy azt tovább gondolva el tudják azt képzelni, hogy a jövőben további előrelépések történnek. A történelem túlnyomó részében nem vagy annyira lassú volt a tudományos meg a technikai előrehaladás, hogy egy ember élete során nem változott körülötte semmi,
és ebből kifolyólag nem tudott olyan gondolata jönni, az emberek stagnálónak látták a világot, a társadalmat is, és a tudományt is, ami évszázadról évszázadra nem változik. Ahhoz, hogy science fiction létrejöjjön, ahhoz szükséges az, hogy belegondolj abba, hogy igen, 100 évvel ezelőtt ez és ez nem volt. A görögöknél akkor nem gőzgép, hanem a fene tudja, a csatorna nem volt, vagy nem tudtak csak fele akkora épületet építeni, és hopsz, most már 2-szer akkorát is tudnak, és belegondol abba, hogy úristen, az én unokáim meg már 8-szor ekkorát fognak tudni építeni. Nem biztos, hogy egyetértek. Nem szükséges mindenképpen ez hozzá. Az valószínű, hogy valamiféle fejlődés kell, de könnyen lehet, hogy egyszerűen elég az, hogyha van egy olyan szintű jólét mondjuk a társadalomban, vagy a társadalomnak egy adott szegmensében, hogy az embereknek van idejük álmodozni. De abban azért egyet tudunk érteni, hogy a science fiction az a tudományos és technológiai fejlődés tovább gondolásából született spekulatív fikció. Persze, hiszen benne van a nevében, hogy tudományos, de nem kell feltétlenül az hozzá szerintem, hogy fejlődjön a tudomány. Az emberek el tudják képzelni, hogy fejlődhet. Én itt Pali mellett tenném le a voksomat, azon egyszerű oknál fogva, hogy egyszerűen történelmileg bizonyított tény, hogy a középkori embernek gyakorlatilag iszonyatosan sok szabad ideje volt, tehát sokkal több, mint a modern embernek. Ez pedig azt feltételezni, hogy baromi sok ideje volt arra is, hogy gondolkodjon és álmodozzon, de valamiért még sincs. Köszönöm, hogy megtámogattál ezzel, ugyanakkor nem értek egyet. Szerintem ez a történelmileg bizonyított tény, hogy a középkori embernek rengeteg ideje volt, nem igaz, legalábbis az én tudásom szerint. A mezőgazdaságon alapuló társadalmakban az emberek 24/7/365-ben dolgoztak folyamatosan, és rohadtul nem volt idejük. Akiknek volt idejük, azok az őskori gyűjtögetők és a vadászok voltak, mert ők napi mondjuk 4-5-6 óra munkával összetudták gyűjteni az élelmüket. De általában a mezőgazdaságra az ókorban sokkal több munkát vettek a nyakukba az emberek. Én a középkorról beszélek, ahol ugye egyrészt fejlődött a mezőgazdaság valamennyire, tehát gyorsult a idézőjelben technológia, a mezőgazdasági téren legalábbis. Másrészt ugye bejött a keresztény kultúra, tehát gyakorlatilag nem akarok hülyeséget mondani, de minden 2 hétre jutott valami parti, ahol valami szentnek az életét meg kellett ünnepelni, és akkor nem lehetett ami otthon nagy takarítást tartani, mert hát akkor az kőkemény meló volt, hogy igenis, akkor ünnepelni kell. Szerintem egy kicsit elkanyarodtunk az alapvető témáinktól. Hát valójában a geek kultúra történelmi gyökereit keresünk. Igen, csak azt hiszem, hogy eljutottunk arra a pontra, ahol már mindenki szerintem, én most belegondoltam így úgy, hogy... Jó, nem tudunk ebben akkor megállapodásra jutni. Ismét írjátok le kommentben, hogy szerintetek a középkori embernek mennyi szabad ideje volt science fiction történeteken gondolkodni. Viszont visszalépve ahhoz, hogy mi okozta a változást, ugye onnan indultunk ki, hogy vannak itt nekünk ezek a szavaink, ez a geek, nerd, magyarul a kocka, vagy a geek, ha már ez így megjelent, amik hát pejoratív értelműek, vagy azok voltak sokáig, és most pedig már nem azok. És én úgy gondolom, hogy nagy jelentősége van annak, hogy amit Lilla is említett a Sherlock kapcsán, egyszer csak megjelent egy olyan vonulat, hogy menő okosnak lenni. Smart is the new sexy. És ez nagyon sokáig ugye nem volt jelen. Akár csak elég visszagondolni a... Conan a barbárra mondjuk. Hát ha engem kérdezel, szerintem ez egy civilizációs mérföldkő az emberiség történetében, vagy a civilizáció történetében, hogy nem csak elméleti szinten működik az, hogy a,
a Smart is the new sexy, hanem a gyakorlatban is megjelent ez a dolog. Egészen furcsa, hogy erre a 21. század elejéig várni kellett erre a folyamatra, és még a 20. század végének is a fő alakjai, akár mondjuk a filmkultúrába olyan alakokat testesítettek meg, mint rendőrök, kommandósok és hasonlók. Igen, meg ugye a Schwarzenegger filmek, az ikonikus Herkules sorozat, amire nem tudom, emlékeztek-e? Ó, hát nekem az volt az egyik első nagy geek élményem, én imádtam kisgyerekként. Emlékszem, hogy általános iskolában Minotaurusosat játszottunk az udvaron. Húha! Szerintem a nagy paradigmaváltás azzal következett be, amikor elkezdődött az a fajta gondolat, hogy a gimnáziumban, ugye az amerikai high school filmekből nagyon jól ismert felállás, hogy a kis nerd csapat, meg velük szemben úgymond a sportolók, a helyi focista, jóképű, magas sportos figurák helyezkednek el, és maga az elképzelés, hogy a nördök kimondhatták azt, hogy csinál csak, barátom, csinál csak, 15 év múlva az alkalmazottam leszel. Ez szerintem összefüggésben áll a tech milliárdosoknak a felemelkedésével is, mint a Bill Gates, a Steve Jobs, újabban ugye a Zuckerberg, a Larry Page és a többiek. Igen, és még egy filmet említenék a 90-es évekből, ami már ezt a vonalat támogatta meg, a Vissza a jövőbe sorozat, ahol ugye a furcsa professzorral barátkozó srác. Igen, ezzel kapcsolatban én úgy tudom, hogy Hollywood többé-kevésbé kormány megrendelésre gyárt tematikákat a filmekben, és volt egy időszak a 90-es években, amikor nagyon magasra szökött Amerikában a bűnözési hullám, és az volt a elvárás a kormány részéről, hogy több olyan filmet csináljanak, amiben a pozitív főhősök azok rendőrök, vagy valamiféle bűnüldözők, hogy ezzel a fiatalokat abba az irányba terelgessék, hogy menjenek el rendőrnek, menjenek el bűnüldözőnek. Majd a 2000-es évek elején változott a trend, mert Amerika kifogyott ebből a agyelszívási keretből, mert a többi ország is rájött arra, hogy meg kell fizetni a tudósait, és akkor tudós hiány alakult ki, és elindult kormány irányból is az a fajta igény, hogy legyenek pozitív tudós főhősök. Hát, illetve szerintem még egy fontos dolog van, ami szerepet játszott, az, hogy nagyjából a 90-es, 2000-es években jelent meg az a történet sablon, hogy, vagy lett népszerű inkább, mert mindig is jelen volt az a történet sablon, hogy az elnyomott kicsi szerencsétlen mégis sikeres lesz, mégis megcsinálja. Hát, ez egy nagyon-nagyon régi népmesei. A legkisebb királyfi. Sablon, igen, a legkisebb királyfi, vagy még inkább a legkisebb kiskondás, a legszegényebb szegénylegény, de a filmekben, különösen ugye a hollywoodi alkotásokban nagyon sokáig nem ez dominált, hanem valóban ugye megjelenik Arnold Schwarzenegger, és már eleve egy kommandós, és 875 embert géppuskáz le fél lábon állva, miközben már rátlőtték a tüdejét. És éppen szexel valaki. Ja, igen, és természetesen egy nagy mellű lány. Mint a Rambo, igen, azt tudjuk. Akit megkínoznak, piócákat raknak rá, áramot vezetnek bele, agyonvernek, majd ezek után megszökik, 40 ellenséget megöl, átmászik a szöges dróton, összevarja a saját sebeit, és amikor találkozik a helyi vietnámi kis csajjal, nyilván a legelső gondolata az, hogy de jó lenne, kúr, nagyon megbaszni ezt a lányt, és meg is csinálja. Tehát természetes, ilyen egy igazi férfi. Korgotov barbárja megvan? Meg. Na most erről ez jutott eszembe, mint ikonikus karakter. Őszintén szólva, hogy így, ahogy így átvettük ezt a geek kultúra történetét ilyen történelmi áttekintésben, nekem az a furcsa, hogy nem hamarabb
jelent meg ez az egész jelenség. Tehát, hogy gyakorlatilag a 20. századnak egészen a végéig tartotta magát az a koncepció, hogy társadalmilag a legelőnyösebb, hogyha jó külsejű, jó sportoló, izmos maszkulin férfi vagy, vagy hogyha gyönyörű nagymellű leány vagy. És az intelligencia nem szerepelt a top 5 prioritásban, így társadalmi megítélésben. Ez nagyon furcsa, hiszen az egész civilizáció, az egész társadalom az intelligenciára épül, és valahogy ez nem jött felszínre egészen az elmúlt 1-2 évtizedig. Szerintem egyébként bontogatta virágait, tehát ha mondjuk olvastál 1-2 szerb Antal regényt, ott ugye, mint romantikus irodalom megjelent a kis csetlő-botló bölcsész, mint főhős karakter, aki ugyanakkor megoldja az ügyet, vagy egzisztenciális válságából valahogy kikecmereg. Hát, illetve még azt lehet ezt hozzátenni, hogy azért is nem tudott ez megjelenni, mert ahogy itt legalábbis poénok szintjén felmerült, hogy maga a geek kultúra sem ezeket a főhősöket termelte ki. Mert hát például Conan a barbár azért nagyon nem azt mutatja be, hogy akkor tudsz elérni valamit, hogyha okos vagy, ügyes, és jól összetartasz a pajtásaiddal. Én már fiatalon is jobban kedveltem Jabba Gabbot. Egyébként érdekes, hogy ezzel párhuzamosan, tehát úgy jöttek ezek a Schwarzenegger filmek, Conan a barbár, stb., de hogy ugyanakkor, ugye, ahogy tért hordított a személy számítógép, ugyanakkor, ahogy az a Kung Fury-ban tökéletesen megjelent, a számítógéphez értő embert pedig ilyen istenség szintű valamivé misztifikálták abban az időben. Igen, én éltem a 90-es évek második felében, amikor a rendszerváltás után megjelent a számítástechnika rejtélyes világa Magyarországon, és én nagyon hamar beszereztem több számítógépet is magamnak, és azonnal programozni kezdtem rajta, és onnantól kezdve egyfajta másik dimenzióban létező lényként kezeltek nagyon sokan, elsősorban ugye a felnőttek, akiknek a munkahelyén fokozatosan szivárgott be a számítástechnika, lecserélve az írógépeket, stb. Úgyhogy én az iskolába is a óráim jelentős részét a tanáriban töltöttem tanári kérésre, hogy installálgassak szoftvereket, tegyem rendbe a gépeket, dugjam össze őket jól. Az egy vicces időszak volt, viszont az újonnan felnövekő generációknak már ez teljesen természetes. Ez okozta a mostani geek robbanást. Visszatérve még egy kicsit, mert az előbb nagyon elkapott engem ez a téma, hogy miért az állatias ösztönvezérelt figurák voltak mindig az előtérben a történelmi, vagy legalábbis a 20. század folyamán. Több ok is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Az egyik a kormány összeesküvéses ok, a politikának, amiről ugye nem beszélünk ebben a műsorban, sosem érdeke, hogy intelligensek legyenek az emberek, akiket irányítani próbál. A másik ok egyszerűen a szexualitás, hogy szexuálisan vonzó figurákat kellett csinálni, és a szexualitás szintjén azért mindig a maszkulin sportoló meg a nagymellű nő lesz az, aki vonzó lesz, és az intelligencia valóban viszonylag kevesekben okoz szexuális izgalmat. Ezt akartam én is mondani, hogy azért, hogyha a kezedbe veszel egy vámpíros, dugós, ilyen frenetikus alkotást, azért nagy valószínűséggel a főhős, jó, valószínűleg intelligens is lesz, mert most már az is elvárás, de hogy hosszabb leírás lesz arról, hogy a karja mennyire duzzad az izmoktól, mint az, hogy hány tekervény van az agyában. Hát illetve ugye itt szokott belépni a nagy hollywoodi és egyben irodalmi kedvenc is. A főhős, aki ugyan nem olyan, de azért mégis.
Ugye a klasszikus példa a csúnya lány a hollywoodi filmekben, aki azért csúnya lány, mert ráadtak egy vastag keretes szemüveget és egy pulóvert, és amint leveszik róla, egyből kiderül, hogy azért csak ő volt a legszebb, illetve hát mostanában a sorozatokban is egyre divatosabb a... Hát igen, ugye ő az okos geek srác, de azért hát csak megvan neki a kisportolt testalkata, meg a modell fizimiskája, és hát hogy érzékeltessük, hogy ő ilyen esetlen geek figura, egy kevéssé ráillő inget adunk, és időnként ezt a többiek mondják, hogy jaj, hát ő ilyen esetlen, meg ügyetlen. Ezért idegesített engem a Big Bang Theory-ból a főszereplő Leonardnek a figurája, aki ugyan azt meghagyhatjuk neki, hogy egy alacsonyabb forma férfi, de alapvetően egy meglehetősen maszkulin külsejű, ilyen széles állkapcsú kisportolt fickó, aki fölvesz magára egy vastagkeretes szemüveget, meg kockás inget, és akkor ettől ő most egy nagyon nagy nyomi lett. Hát illetve a ma már többször előkerült Sherlock is, azért Benedict Cumberbatch-re se nagyon lehet rámondani, hogy ő esetlen, vagy esetleg túlsúlyos, vagy... Mondjuk szerintem ő pont kifejezetten csúnya így arcilag, tehát ő az, aki... Hát mondjuk inkább, hogy sajátságos szerintem. Hát nem tudom, nekem a Szirmai Gergő leírása az tökéletes volt, tehát ő úgy néz ki, mint egy axolotl hajjal, tehát hogy igen. De valamiért egy nagyon nagy szex appeal-lel rendelkezik bizonyos embereknek a szemében, tehát amennyire én láttam, az internetnek az egyik fele az valóban, hogy mi ez a kreatúra és honnan kúszott elő, a másik pedig, hogy ő a legszexibb férfi, aki valaha lábát erre a bolygóra tette. Hát miért is a Piton professzor mánia, meg a Loki, amikor egy zsíros hajú ilyen kajánul vigyorgó figuráért. Speciál ebben nem értek egyet, tehát a Benedict Cumberbatch az tényleg egy ilyen furcsa kreatúra, de a Piton professzort játszó színész szerintem egy nagyon markáns, jóképű, egy sármos férfi figura volt, a Lokiról nem is beszélve. Hát na, ezek szerint nem egyezik a férfiúi ízlésünk. Ez legyen a legnagyobb baj. Nekem még az előbb az a gondolatom jött, hogy azokban az esetekben meg, amikor az intelligenciát nem tudják egy szereplőnél megfelelően jól prezentálni, akkor a környezetét kell lebutítani hozzá. Az is még egy elég bosszantó jelenség, hogy egy kicsit visszakacsintsak az előző heti adásra. A Star Trek Discovery főszereplője Michael hasonló, aki a nyilvánvaló összefüggésekre jön rá, amit rajta kívül senki az égvilágon nem lát meg. Erről van egy csodálatos film, amit talán láttatok is, a Hülyék paradicsoma. Idiocracy? Igen, az Idiocracy. Ami ugye tökéletes. Hát az a baj, hogy már nem is tudom azt mondani, hogy paródiája ennek, mert egyre inkább ilyen megvalósult jövőképként. Hát az sokkal inkább egy társadalmi tendenciát próbál kiparodizálni, ami megint csak így némileg a politikának a tárgyköre, mégpedig az, hogy minél magasabb képzettségű vagy, annál kisebb eséllyel szaporodsz tovább, és minél alacsonyabb képzettségű vagy, annál inkább szaporodsz, és ezt a gondolatot vitték tovább egy ilyen disztópikus világba, ahol teljesen átvették a hatalmat az ilyen mély prolik. Cirip, cirip. Kicsit megint elkanyarodtunk a geek kultúrától, mint olyantól. Szerintem lassan akár tovább is mehetünk a következő témánkra, igen, a Blade Runner aktuális epizódjára. Ja, 2049-re. Avagy a szárnyas fejvadászra, hogy a nagyon találó... Már magyarul sem szárnyas fejvadász néven futott ez a rész, hanem Blade Runner. Azt tudjuk, hogy az eredetit végül miért fordították szárnyas fejvadásznak? Szerintem ez a magyar címfordítás egyik hát mély repülési pillanata volt. De nincs valahogy megideologizálva, hogy nem tudom, Lajos a fordító éppen nagyon nagy trippen volt, és
vagy a szárnyak honnan jöttek a főszereplőnkre? Sajnos erről nem tudok bővebb információt, de ez olyan, mint a Hogyan rohanj a Westedbe, ami azt hiszem a legrosszabb címfordítás ever. A címfordításoknak is szentelhetünk egyszer egy műsort valóban. Hiszen vannak akár egy több epizódot. Jó, akkor szakadjunk le erről. Ha valaki tudja, írjátok meg kommentben, hogy mi... Végezzétek el helyettünk a munkát most már pontosan. Több egyszer. Így van. Írjátok le, hogy mi a rosszabbért szárnyas fejvadász a magyar címe a Blade Runnernek. Jó, beszéljünk a mozifilmről. Ketten láttuk, Lilla is látta, én is láttam, Gábor pedig nem. Lilla, mondd el szerintem először te a véleményedet, vagy mondjuk el a filmet, spoilerezzük le Gábornak szerintem először. Szerintem spoilerezzük szét Gábornak. Ja, az mindenféleképpen. Ha már hajrá. Nekem múltkor minden szét spoilereztetek ever, akkor Gábor sem maradjon ki a szórásból. Helyes. A aktuális epizód főszereplője egy Ryan Gosling által játszott replikáns, aki ugye szintén egy szárnyas fejvadász, és hát egyszer csak mindent spoilerezzek szét? Tehát... Szerintem mindent leszpoilerezhetünk, szerintem nem a történet volt az érdekesebben a filmben, legalábbis nekem nem. Illetve azért én is olvastam még annó a könyvet, ami az alapjául szolgált, úgyhogy nagyon... Igen, de ez a rész szerintem maximum atmoszférájában, meg látványvilágában követte az előző részt, illetve a Philip K. Dick által felvázolt disztópiát, tehát történetileg abszolút nem. Azon az úton haladt. Jó, azt fontos látni, hogy ez egy alternatív univerzumban játszódik. Ugye 2019-ben játszódott az eredeti 1982-es film. Nyilvánvaló, hogy 2019-ben ez már nem fog megvalósulni, úgyhogy ez itt egy alternatív univerzum, és ahhoz, abban az univerzumban 30 évvel később, 2049-ben játszódik ez az új epizód. Részemről ez egy romantikus film volt, szerelmi szálakról szólt, és egy nagyon markáns, sötét hangulatú, sajátságos, disztópikus hangulatú romantikus film volt. Érdekes, hogy ezt mondod, nekem nem ez jutott eszembe, hanem az, hogy ezt a létezés, létkérdés tovább, android ember viszonyt még tovább boncolgatta. Akkor itt álljunk is meg egy pillanatra, hogy most a replikánsok androidok vagy klónozott emberek. Na ez az, amit én se tudtam eldönteni egyébként. Fogalmam sincs. De ezen a moziból kijöve is vitatkoztunk, hogy akkor most ezek mik, és miért ilyenek, és hogyan ilyenek, és meddig, és merre. Mert hogy mesterséges intelligenciaként hivatkoznak rájuk, és többé-kevésbé egy szinten vannak az ilyen holografikusan kivetített mesterséges intelligenciával, mint az a lány, ugye a Ryan Goslingnak a virtuális szeretője. De ugyanakkor viszont egyértelműen szövetek vannak rajtuk, viszont az embereknél jóval nagyobb teljesítményűek. Tehát lehetséges, hogy ezek valamilyen terminátorszerű, belül fém, élő hús a fémvázon jellegű figurák, vagy klónozott emberek. Hát Ryan Gosling többször is megsérült, és ott nem ficcent ki semmilyen fém az élőszövet alól, úgyhogy lehet, hogy ezek inkább ilyen, talán egy ilyen kicsit übermensch projekt jellegű katonai célokra kifejlesztett valamik? Hát, azt hiszem, ezt sem fogjuk tudni a hallgatóknak ma megválaszolni. De megírhatják kommentben, hogy mi a véleményük erről. Én úgy emlékszem, hogy a regényben legalábbis kifejezetten robotokként, tehát androidokként voltak hivatkozva, és amiatt voltak nagyon emberszerűek, mert az egész robotikának egy alapcélja volt az, hogy minél inkább élőlényekre hasonlító dolgokat hozzanak létre.
ugye kimondottan az állatokkal. Hát akkor fogadjuk el ezt a koncepciót, ami mondjuk annyiban mindenképp érdekes, hogy a film főcselekménye ezeknek a robotoknak az egymás közti szaporodásáról szól. Nehéz egyáltalán a történetet leírni, tehát mindenképpen van egy antagonistánk, a Jared Leto által játszott figura, az egy gonosz figura, azt jól értettem. Hát nagyon nehéz volt nem annak érteni, tehát hogy én szimpatizáltam vele, csak azért kérdezem. Nekem is nagyon bejött olyan szempontból, hogy azt hiszem, a Jared Leto a előző Suicide Squad-os Joker után, ami sokakban nem tetszést váltott ki, itt egy zseniális antagonistát hozott. Tehát kifejezetten egy ilyen ördögügyvédje jellegű karaktert filmesített meg. Hát ő ugye annak a ilyen multinacionális vállalatnak, ilyen mega corporationnek a feje vagy tulajdonosa, aki itt ebben a világban gyártja ezeket a replikánsokat. Igen, és tehát, hogy felvegyük újra a fonalat, tehát a Ryan Gosling által játszott karakter egyszer csak rádöbben arra, hogy őt nem gyártották, hanem született, és ezután elkezdi fölgöngyölíteni a szálakat, hogy ki ő valójában. Több csavar is történik a történet során, hogy szépen fejezzem ki. Igen, azt is szétszpoilerezzük? Persze, hogy szétszpoilerezzük. Nyilván a végén kiderül, hogy nem, ő nem született, hanem gyártották, és ezt az emléket, ezt más valaki plántálta bele, aki viszont tényleg született. Akiről mindvégig nem is sejtjük ezt természetesen. Természetesen. Egyébként nekem az első, ami nagyon megragadott, az az atmoszféra. Tehát szerintem ebben a film zseniálisat alkotott. Igen, mind ebben egyetértünk. Mind a vágóképek, mind a zene, mind ezek a lassú, elnyújtott jelenetek annyira ezek a fullasztó, disztópikus megapolis élményt visszaadják, hogy én mindenképpen megszavazom az Oscart a látványért és a vágóképekért. Igen, a hangok is nagyon sajátságos, ilyen diszonáns hangulatot kölcsönöztek. Én azt tudnám mondani, hogy ez egy science fiction művészfilm volt, mi 3 órában ilyen lassan hömpölyögve, egy ilyen nagyon immerszív hangulat ott sugározva engem elvitt teljesen a moziban, tehát én jól éreztem magam annak ellenére, hogy meglepően kevés cselekménye volt az egész sztorinak. Akciójelenetek egyáltalán nem szerepeltek a történetbe, vagy csak nagyon-nagyon marginális szerepük volt. Mondjuk a végén a fulladós jelenet az engem kifejezetten idegesített, azt egy kicsit túlhúzták szerintem, de ezt leszámítva nem nagyon volt akció benne. Hát egy ilyen depresszív nyomorúságról szól az egész, és azt nagyon jól elkapta szerintem. Igen, és külön kiemelném, hogy számomra nagyon meglepő volt, hogy bár végig tág terekben mozogtak a szereplők, bocsánat, csak Gábor közben szenved egy macskával, szóval megtámadta. Igen, tehát, hogy ugye annak ellenére, hogy mindenhol tág terekben mozogtak a karakterek, mégis fullasztó volt ez az üresség. Igen, hát a látványvilág, az audiovizualitásra egy szót sem lehet szólni. Én a színészi teljesítményeket általában nem tudom jól értékelni, úgyhogy itt is csak azt tudom elmondani, hogy szerintem rendben volt. Én számomra a Jared Leto vitte a prímet abszolút színészi játékterén. Ryan Goslingnak hát szerintem elég nehéz feladata volt, és úgy többé-kevésbé megbirkózott vele, de én úgy gondolom, hogy szimpatikus főszereplőt, aki a jót igyekszik képviselni, nagyon nehéz
jól játszani, és úgy, hogy élvezhető is legyen. Hát meg emellett ő azért mégis egy replikánst játszott, akinek nem feltétlen kell egy olyan érzelmi palettát kifejeznie, mint egy embernek, hiszen a szociális státusza a történetben az nem emberi. Tehát ugye a történet háromnegyedéig neve sincsen, csak egy azonosító száma. Igen, aki számomra kicsit túltolta a dolgot, az a replikáns végrehajtó hölgyemény, aki változatos pörgő rugásokkal karatézott le mindenkit, akinek... Mindjárt rá akarok térni a hibáira, vagy az általam vélt hibáira a filmnek, és ő lesz az egyik közülük, az a figura. Igen, illetve... Volt még egyáltalán szereplő? Ja, Harrison Ford is játszott benne. Aki nekem egy kicsit kiábrándító volt ezzel a Megöregedett. Az egy dolog, de hogy attól, hogy megöregedett, még nem feltétlenül kell egy kinyúlt pólót ráadni, amiből áttűnik az öreg melbimbója, tehát, hogy így... Hát sajnálom, hogy a melbimbó fixáció tönkretette számodra ezt a mozit, de nekem például nem tűnt fel Harrison Ford melbimbója. Az tűnt fel, hogy nagyon slampos az összes karakterhez képest. De az például érdekel a hallgatóknak, vajon feltűnt Harrison Ford melbimbója? Mindenki kommentálja szerintem, hogy mi akasztotta ki legjobban Harrison Ford külsejében ebben a filmben. Azt kell, hogy mondjam, hogy az eredeti szárnyas fejvadászban engem kivezejezetten idegesített Harrison Ford. Szerintem önmagát alulmúlta ott színészi játékterén, és most mogorva öreg emberként talán egy fokkal jobb volt, de mondom, nekem kicsit elütött a többiektől azzal, hogy ennyire lestrapált volt, és nem azért, mert ő öreg volt, hanem egyszerűen így az egész karaktert, ahogy így megalkották látványilag, tehát... Jelentéktelen figura volt, nekem ennyi volt vele a bajom, tehát így nem éreztem a filmben, hogy most átütne az ő figurája, egy ilyen öreg, megtört, jelentéktelen alakot játszott, de eddig még nem gondoltam rá, hogy ez nem tetszett volna nekem a filmben. Rátérek arra, hogy mi nem tetszett. Okay. Ezek közül az első és legfontosabb, ami zavart, kezd irritálni, amikor egy filmben azt érzem, hogy franchise építés folyik. A múltkori adásunkban beszéltünk a ilyen jellegű franchise-okról, és itt megint csak ugyanez történt. Tehát van egy történetünk, ami többé-kevésbé lineáris, Ryan Gosling által játszott replikánsnak a története, aki kapcsolatba kerül a vélelmezett apjával, Harrison Forddal, de végül kiderül, hogy nem ő a gyermeke, hanem egy másik leány a gyermeke. Ennyi lenne a történet, és mindeközben az antagonisták is azt gondolják, hogy Ryan Gosling a gyermek, és ezért üldözik őt, el akarják fogni, vagy legalábbis nála van ezzel kapcsolatban valami fontos információ, és ez úgy egy kerek egész történet, és hogy nem, a történet második felében előkerül egy replikáns szervezet, egy föld alatti ellenállás, a gonosz társadalommal szemben, amiben megjelennek 3 percre, így beköszönnek alakok, akik érdekesnek tűnnek, de csak úgy beköszönnek, mint egy igazi franchise alapozó filmben, ahol azért látjuk, hogy itt a főszereplőnknek a nyomoránál van egy sokkal epikusabb ívű társadalmi szembenállás, amit majd a következő részekben szépen ki fogunk fejteni. Most kezdenek zavarni ezek a jelenségek. Múltkor is szóba került például a múmia, ennek kapcsán az új múmia. Itt is ugyanaz történik, hogy van egy koherens történet, amiben beleszuszakolnak néhány elemet, amivel előkészítik a folytatást. Bár, ahogy hallom, bukta lett ez a új Blade Runner, és nem lesz folytatása, de erre még nagyon mérget nem lehet venni. Minden esetre itt egy új világ épül. Hát ez a rész, bocsi, mondja. Ez pedig különösen idegesítő az ilyenekben pont emiatt, hogy könnyen lehet, hogy nem lesz folytatás, és akkor megnézel egy filmet, és a végén
utána megnézed, hogy ja, mégsem lesz folytatása, akkor lógnak a levegőben a szálak. Pedig ugye a filmnek pont az lenne az egyik nagy előnye a sorozatokhoz képest, hogy itt egy szép kerek egész lezárt történetet kapunk másféltől három órában, aminek van eleje, közepe meg vége, és nem kell, megtudhatjuk a következő epizódból, hogy hát, ha egyszer beszélünk majd a filmek bukásáról és a sorozatok felemelkedéséről, akkor ez mindenképp egy jó kiinduló pont lehet hozzá. A következő problémám az a antagonistával volt, illetve annak a szolgájával. A Jared Leto figurája szerintem teljesen rendben volt, hogy hihető, nem egy ilyen rajzfilmes főgonosz volt, hanem egy hihető figura volt nekem. Az ő replikánsa, az a nő, nem tudom, hogy annak volt a neve, vagy valami. Fogalmam sincs. Hát minden esetre ő viszont tényleg az ilyen rajzfilm főgonosz volt, aki ha meglátja a kedves kis cicát, annak is kitapossa a szemét a tűsarkujával, mert annyira nagyon kurvára gonosz. Tehát az ilyen figurák engem, jó, oké, ez egy replikáns, aki esetleg arra lett programozva, hogy gonosz legyen, de például azt a jelenetet én nem értettem teljes egészében, amikor a Ryan Gosling főnökét, az elvileg protagonista, idősebb hadnagy asszonyt összebökötte, megkínoszta, és miután megtudta, amit kell, utána még le is szúrta. Illetve ezzel együtt mindig idegesít az overpower ellenfél mindenféle történetben. Itt is ugye a Jared Leto féle szervezet az olyan szinten uralkodik a világon, hogy az ő végrehajtóinak már nem kell semmilyen törvényt betartani és semmire odafigyelni. Tehát ő neki olyan hatalma van, hogy neki bemegy az ember a rendőrségre, és a rendőrségen egy középvezetőt összeszurkál, majd kisétál. Előtte már egyszer bement a rendőrségre, és ellopta ugye valakinek a maradványait, ugyanez a nő, és ott is megölt valakit, és ez amúgy itt kurvára senkit sem zavar. Az ilyeneket nem szeretem. Ezek a mostani sorozatokban is megjelenő panelek, hogy a gonosz kormányügynökség az oda mehet bárhova, és ott korlátlanul mészárolhat embereket, és senki a büdös picsába nem kérdezi meg tőle, hogy ne haragudj neked, te milyen felhatalmazással csinálsz itt ilyen dolgokat. Ez nekem nagyon zavarja a realitás érzékemet, úgyhogy az a figura nekem nem tetszett. Ebben abszolút egyetértünk, egyszerűen túl volt tolva az a karakter. Illetve a másik, ami nekem még eszembe jutott, hogy kijöttünk a filmről, és az volt az érzésem, hogy fú, ez egy tök jó dolog volt. Aztán így jöttek a kérdések, hogy na jó, de akkor most igen, ezek, hogy akkor most ezek androidok? Vagy emberek? Vagy, de akkor miért emberszerűek? Hát akkor az lenne a praktikus, hogy olyan fém dobozok kb. Mint az Interstellarban, hiszen az sokkal hatékonyabb lenne. Akkor miért? Na, akkor nem lehet velük baszni, mint itt. És rengeteg kurva volt ugye közülük, ami a filmnek egy igen nagy érdeme. illetve ugye a Philip K. Dick féle regénynek az gyakorlatilag egy gondolatkísérlet, ugye arról, hogy hol kezdődik az ember, hol végződik az android. És itt a film megpróbál egy olyan választ adni rá, hogy hát a szaporodás. De most biztos, hogy ez az egyetlen dolog, ami elválasztja az embert az androidtól, mert én úgy érzem, ez egy eléggé félreviszi a dolgot. Igen, én, mint aki nem láttam a filmet, ez azért egy meglehetősen buta gondolatnak tűnik. Az is, és én egyébként nem éreztem ki a filmből ezt a drámát, amit a több kritikában is olvastam, hogy itt az emberré válás, és ugye egymásnak feszülnek a replikánsok, akik humanistábbak, emberebbek az embernél, és az emberek dehumanizálódtak ebben a disztópiában a replikánsok, meg pont, hogy erkölcsi magaslatokat érnek el, és hát ez szül egy fajta ilyen szembenállást. Hogy... Hát ez akkor lett volna igaz, hogyha a Wallace-nak a replikáns végrehajtója is átmegy egy ilyen
szentéválláson. Igen, erre nem gondoltam. Viszont ő pont, hogy a legmélyebb mocsokba rántja le az egészet. Hát az lenne talán a, vagy hát az volt leginkább talán az eredeti műnek, a könyvnek a üzenete, hogyha ha nem tudod eldönteni, hogyha veled szemben áll valaki, ugye a Turing-teszt, a klasszikus példára, hogyha ha veled szemben áll mondjuk egy replikáns, és te nem tudod eldönteni, hogy ő ember vagy replikáns, akkor lehet, hogy nem is számít. Tehát a, ha nincs olyan módunk rá, hogy megkülönböztessük akár hosszú távon is az embereket a replikánsoktól, akkor nem kell az, hogy az emberek dehumanizálódjanak, a replikánsok meg valamiféle erkölcsi magaslatot érjenek el. Elég egyszerűen, hogyha nincs köztük különbség, ha ugyanolyan emberiek, mint az ember. Hát igen, az világosan látszik, hogy ez a történet azért a 80-as években indult, amikor egészen más elképzelések voltak, így a mesterséges intelligencia, android, ugye Asimovnak is az iRobotja, ez is ezt a kérdést próbálja feszegetni. Én sose értettem, hogy ez miért olyan kurva érdekes kérdés, hogyha csinálunk egy műembert, ami amúgy teljesen emberként funkcionál, akkor ő hol fog elhelyezkedni a társadalomba. Itt ebben a filmben szerintem ez egy mondva csinált koncepció, hogy ezek a replikánsok, ezek rabszolgaként léteznek. Ezzel együtt szerintem ez az egész világ, ez az egész Blade Runner világa egy fasság úgy, ahogy van. Tehát ez nem egy jó világ, nem jól van kitalálva, ezt annó kitalálták, kurva nagy siker lett a mozi, és rebootolni kellett, de ahogy most 2017-ben áll a civilizáció meg a kultúra, egy ilyen világ teljesen elképzelhetetlen. Ugyanakkor nekem nagyon megragadott az a jelenet, amikor ugye jött az egyik replikáns a válaszhoz, hogy itt az új prototípus, és akkor ugye az új replikáns gyakorlatilag úgy született meg, mint egy teljes zacskóból, ahogy feltéped egy kis igen, slattyat. Igen, az nagyon, de amúgy a belső terek is, meg minden nagyon hangulatosak voltak ott igen, a de hogy is. Ott még a szimbolikát is úgy éreztem, hogy kicsit talán a fogyasztói társadalom kultúra kritikája, hogy az ember is egy ilyen elhasználható, eldobható valamivé satnyúlt. Ó, hát ez nekem már egy nagyon magas rendű gondolat. Én ezt már nem tudom befogadni. Lehet, hogy csak én láttam bele, de nekem az a szimbolika így nagyon átjött. Nekem inkább az jutott eszembe, hogy ez a jelenet az egy kicsit fölösleges volt, ez inkább csak arra szolgált, hogy bemutassa, hogy ha eddig szimpatikus volt a válasznak a figurája, akkor most már nem lesz az, mert itt van az ártatlan, ma született replikátor, és ez oda megy, és összebökködi a késével. Maga a kegyetlenkedés része nem is, csak kifejezetten az a pillanat, amikor, ahogy megszületett ez a replikáns, az fogott meg engem. Igen. Valóban jó volt. És szerintem akár át is térhetnénk ennek kapcsán arra a kérdésre, hogy van-e létjogosultsága a második részeknek, a folytatásoknak, a rebootoknak úgy általában. Én azt mondom, hogyha van egy jó gondolat, akkor miért ne? De csak azért, mert régen szerettük, és most már sokkal szebbre és csillivillibre meg lehet csinálni, ne csináljuk. Nehéz kérdés olyan szempontból, hogy van pozitív, meg negatív példa is rebootra, meg remake-re, de nehéz egyértelműen ezzel kapcsolatban állást foglalni. Tehát számtalan rossz példát, de jó példákat is lehet mondani. Illetve ugye egy nagyon erős érv a rebootok, folytatások, és ide vehetjük talán a különböző feldolgozásokat is, mellett, hogy hát azért, hogyha visszanéz az ember, akkor a nagy hollywoodi klasszikusokból is egészen kevés az, ami egyedi ötlet alapján született. Színdarabok, könyvek, novellák, egyebeknek a feldolgozása a legtöbb.
És hát most is ezt csináljuk, csak most jobban ismerjük azokat a dolgokat, amiknek a feldolgozásai, mert már éltünk, amikor. Hát nyilván meglátni kell, hogy azért Hollywood egy pénzgyár, tehát nem a magas kultúrának a képviselete az elsődleges célja a hollywoodi filmgyártásnak. Hát szerintem ezt senki sem vitatja, itt most nem is fognak, ha a Hiperkocka adásában elhangzik, hogy hát ez bizony nem jó ötlet, akkor nem fogja lehúzni a rólót Hollywood. Itt csak azt tudjuk elmondani, hogy szerintünk jó ötlete, vagy nem. Én általában pozitívan szoktam állni az ilyen remake-ekhez, rebootokhoz vagy folytatásokhoz, mert ha kedveltem az eredetit, akkor örülök neki, hogyha modernebb köntösben földolgozzák, ha meg nem kedveltem, akkor bízom benne, hogy a modern köntösbe való öltöztetése az jobban a számíze szerint fog alakulni. Nem tudom, a másodvonalas rebootokban most eszembe jutott az új Power Rangers film, ami hát az eredeti sorozatot már 10 éves koromban is nevetségesnek tartottam, és igazából ez a film is elég nevetséges lett, de azért valamennyire élveztem, tehát egy fokkal befogadhatóbb volt, mint az eredeti. Én már kicsit fenntartásokkal szoktam kezelni ezeket, tehát inkább megvárom, míg kijön a trailer, és a trailer alapján alkotok már egy képet arról, hogy vajon milyen lehet ez a remake, vagy folytatás, vagy reboot. Tehát például itt a Blade Runner-nél, mikor kijött a trailer és megnéztem, már biztos voltam benne, hogy erre beülök és ezt megnézem, mert már csak a látványa egy olyan atmoszférát és hangulatot ad, amit tökéletesen tovább viszi az eredetinek az értékeit. Ugyanakkor ott van ellenpéldaként számomra a Netflixes Death Note sorozat, ami ugye, hát számomra már a trailerből egyértelmű volt, hogy hát ezt bottal sem akarom megpiszkálni, nemhogy még időt áldozni az értékes életemből arra, hogy ezt nézegessem. Igen, szegény Death Note az azért nagyon megjárta maga kis kanassza járását. Az animét az nagyjából szinte mindenki szereti, aki megnézte, és utána ugye volt egy japán élő szereplős film, ami hát nem sikerült nagyon jóra, különösen megjelenés tekintetében, és hát a Netflixnek sem sikerült visszaadni a... Igen, de az a jó, hogyha megnézed az élőszereplős filmet a Netflixes után, akkor így fölértékelődik a film utólag. Tehát, hogy végül is ilyen szempontból van haszna a Netflixes sorozatnak. Nehéz egyébként, mert ugye attól függ, hogy mi újat tud hozni egy remake vagy egy folytatás, hogy mennyire fogja szeretni az ember. És hát az jön ki belőle legtöbbször, hogy azok a dolgok, amiknek a legnagyobb előnye a látvány volt, azok jobbak lesznek, mert hát ugye látványból sokkal jobbat tudnak összeszerkeszteni. Ahol viszont a történet miatt nézte az ember, ott már van egy olyan nosztalgia faktor, amit esetleg még akkor se tud áttörni az új alkotás, hogyha az egyébként egy teljesen fogyasztható termék lenne, csak a régihez hasonlítja az ember, meg a nosztalgia faktor ugye beüt, és régen minden jobb volt, mint tudjuk, és úgy már esélye sincs labdába rúgni az újnak. Hát erre az utóbbira jó példa a Star Treknek a rebootja, a J.J. Abrams féle 3 mozifilm, ami gyakorlatilag újraindította a Star Trek univerzumot, de szemben a Discovery-vel az legalább megpróbált az eredeti értékek mentén haladni. Viszont az előbbire, amit mondtál, tudok ellenpéldát. Amúgy jó gondolat, hogy a látványfilmek remake-je az jobb lesz, mert szebb lesz a látvány. De például nekem, ami hatalmas csalódás volt ezen a téren, az a Transformers, ami nekem tinédzser koromban nagy kedvencem volt. Képregények, a 88-as talán a mozirajzfilm belőle. És hát amit most kihoztak, most már nem tudom, az 5. rész, ez a Dark Knight, vagy
nem tudom már hányadik sok mozifilmet ért meg sajnos, de szerintem hiába a Csiribiri látvány, az egy nagy szar lett az. De azt egész. Is most már azóta is rebootolták egyszer, én úgy emlékszem, nem? Nem tudom, szerintem ez az öt mozifilm, ez összefüggő világban van, nem indították újra. Szerintem ez a Michael Bay-nek a projektje, nem? Mindegy. Spielberg is benne volt. Tuti mindegy, az a lényeg, hogy robbanás hátán is nagyjából, nem? Nekem nagyon nem tetszett, én... Hát igen. Van benne egy pár robbanás, az biztos. Azt tudom, hogy nekem nagyon-nagyon ellenszenves volt már rögtön az első filmben az, ahogy újraalkották ezeket a robotokat, és azok a személyiségjegyek, amik a külsejükben kiütköztek, azok így kb. Eltűntek. Nem megkülönböztethető figurák lettek belőlük, ilyen technószörnyetegeket csináltak belőlük, és ettől nem tudom, nem volt szerencsés. Viszont egy ellenpélda szerintem az ébredő erő az ugye még nem mert kilépni a régi filmek árnyékából, ugyanakkor a Rogue One az már egy nagyon érdekes aspektusát mutatta meg a lázadóknak és a Jediknek is. Tehát, hogy szerintem az már egy bevállalós folytatás, ott tovább gondolták az univerzumot, megmutatták, hogy bizony a fehér azért az egy néha szürke, és szerintem ez egy szép és merész bevállalós. Igen, szerintem volt. Is jó volt. Hát, hogy az előző adásban is beszéltük, a Disneynél meg a Marvelnél nagyon profik gyártják ezeket az anyagokat, és nagyon jól nyúlt a Disney ehhez az egész Star Wars univerzumhoz. Nagyon jól sikerült elkapniuk a Star Warsnak az eredeti hangulatát, az eredeti trilógiának a hangulatát, és azt tovább vinni az új filmekben, tehát az mindenképpen dicséretes. Hát igazából a Star Wars franchise most lesz majd a nagy próbatétele, mert ugye, ahogy Dilla is mondta, az ébredő erő nem igazán szeretett volna túllépni az előző filmeken, most viszont muszáj lesz nekik. És hát meglátjuk, hogy sikerül, remélhetőleg jól. Valóban a De a porgok már nagyon pozitív. Igen, a porgok. Képet vetítenek elő, de... Ők mindenféleképpen elviszik a hátukon azt a Last Jedi-t. Bízunk benne. Hát akkor lesz csak igazán jó, hogyha kiderül, hogy valójában sem Rey, sem Finn nem az utolsó Jedi, hanem egy porg, akit Luke már évtizedek óta oktat ott azon a bolygón, és már Jedi mesterré képezte magát. Én most találkoztam azzal, hogy ez valójában többes számban van a címben, ez a Last Jedi. Igen, ez egy nem lehet eldönteni, hogy többes szám vagy egyes szám a lesz. A magyar fordítás szerint utolsó Jedik lesz. Igen. Tehát gondolom akkor a Rey lesz az egyik, és ki lesz a másik. Hát igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy a magyar címfordítások azok nem mindig mennek a szomszédba némi butaságért. Jó, de azért bízunk benne, hogy egy ekkora projektnél már nem a Mari nénit kérik meg, hogy legyen szíves. Szerintem annak is örüljünk, hogy nem Jedi Bedi Bum Bum lesz a címe, vagy valami hasonló. Nyolcadik utas a Jedi. A például. Ajaj, ebben ne kezdjünk bele. A kincskereső kis Jedi. Ja, pont ma beszéltünk a Watch Dogs nevű számítógépes játékról, gyere, milyen csodálatos magyar címeket lehetne adni a Figyelj Kutya és hasonlók. Tudunk-e még valami okosat elmondani a rebootokról és remake-ekről? Hát csak szeretnék megemlíteni egy nagyon nagy csalódást, amivel legalább jól ellentmondok önmagamnak, hogy egy látványfilmnek a még jobb látványjal biztos, hogy jobb lesz. A tavalyi Jurassic Park
új epizódja, amiből megtudhattuk, ugye, hogy az emberek azok nagyon hamar megunják a Tyrannosaurus, de a 3 centivel nagyobb Tyrannosaurus, ami láthatatlan, az sokkal izgalmasabb az állatkertben, és egyéb rendkívül intelligens gondolatokat is átadott a film. Hát ott nem csak a reboot, hanem amúgy az eredeti filmnek a folytatásai is elég nagy kalapszarok lettek. Azért nem kell feltétlen 20 évet várni ahhoz, hogy elbasszanak valami világot. A második rész az még egészen tűrhető volt, a harmadikban kezdődött, a Velociraptor már mindenkinél intelligensebb, és nincs köztük, amelyik nem érettségizett legalább vonal szerint. A második rész jó volt, amiben a T-Rex beszabadul New Yorkba? Hát nem mostanában láttam, de... Lehet, hogy 15 évesen az még jó volt. Nem azt mondom, egy elképesztően alávaló film volt a második rész. Még a harmadik volt úgy, ahogy jó, amikor visszatértek az elhagyatott szigetre. A harmadik, amiben úgy lehet kommunikálni a Velociraptorral, hogy belefújsz a koponyájába, és ettől egyből megszelídül az összes. Az lehet, hogy a negyedik? A harmadikban nem biztos, hogy volt ilyen. A harmadikban volt a tarajos hátú óriás dinoszaurusz. Igen, abban volt ez a jelenet is. Amit ráadásul, ha tiranoszaurusz vizeletet sprickolunk valahova, akkor 6 másodpercen belül jelenik meg, hogy mindent jól széttépjen. Erről jut eszembe, David Attenborough kiadott egy új filmecskét, a The Big Dinosaur a címe, a óriás dinoszaur, David Attenborough óriás dinoszaurusza, vagy valami hasonló lett a magyar címe. Ez nem egy sorozat, hanem egy önálló film, a patagóniai titanoszauruszok új leleteiről. Ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, mert kurva jó. És akkor szerintem kanyarodjunk még egy kicsit vissza ehhez a replikáns, android és egyéb személyiségi jogok kérdéseihez, mert kicsit elsiklottunk így a mesterséges intelligencia és a személyiségi jogok kérdése fölött. Elég sok anyag, főleg a 20. század második felében foglalkozott ezzel a kérdéssel, mert elég sokan vélelmezték akkoriban úgy, hogy már karnyújtásnyira van az emberszerű mesterséges intelligencia. Hát most 2017-ig nem jutottunk a közelébe igazából, de már előre nagyon sokan, például Asimov, például a Blade Runner foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ti gondoltok erről bármi olyasmit, amit amúgy nem mindenki gondol? Ami szerintem nagyon érdekes, és ahol szerintem eléggé félre megy a műveknek a többsége, az, hogy a legtöbb ilyenben, ugye most itt a Blade Runner kapcsán is, de az iRobot, Én a Robot univerzumnak is egy nagyon központi kérdése az, hogy az emberek ugye félni fognak a robotoktól, és utálni fogják őket, és semmiképpen sem fogják elfogadni őket. És ami nagyon érdekes ebben, az az, hogy ugye persze a műveknek a főhősei rendszerint azok vagy nem ezen a véleményen vannak, vagy szépen megváltozik a véleményük. Ugye a Simónak az acélbarlangok sorozata, amiben a földi rendőr komplikált okok miatt természetesen egy robottal kényszerül együtt dolgozni, és hát szépen lassan rájön, hogy milyen jók is a robotok, és hogy milyen emberiek is a robotok. Ami ebben nagyon furcsa az az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy valójában az emberiség pont az ellentétes oldalon áll ebben a kérdésben. Az emberek nagyon-nagyon lelkesen éreznek empátiát szinte bármi iránt, és nagyon lelkesen antropomorfizálnak szinte bármit, és ennek a kicsúcsosodása, biztos, hogy találkoztatok vele az interneten néhány hónappal ezelőtt, járt körbe a vicces kis felvétel, valamelyik ilyen robotikai cégnek a tesztlaborja,
ahol egy egyáltalán nem emberszerű, 4 és 2 lábon járó robotokkal dolgozik egy ember, akinek az a munkája valószínűleg, hogy ezeknek az egyensúlyérzékét tesztelje, illetve a reagálását bizonyos helyzetekre, és ezt úgy éri el, hogy szemétkedik a robottal. Tehát fog egy lécet, és jól föllöki. Meg a robot felvesz egy kartondobozt, oda akarja vinni valahova, oda megy, és kiüti a kezéből. És nagyon vicces egyébként, és ami viszont igazán érdekes, az a kommentek, a hozzáállások, és még csak el se kell olvasni őket. Ne bánsd a kutyát! Magában az emberben is, ahogy nézi, valóban ez a kép jön le, hogy itt valaki valakivel szemétkedik. Miért szemétkedik valaki? És ezek teljesen emberszerűtlen robotok. Ez egy vasdoboz 4 lábbal. És hogyha ez ilyen erőteljes empátiát vált ki, akkor én a részemről nagyon nehezen tudok elképzelni egy olyan jövőképet, ahol hozzánk teljesen hasonló élőlényeket, mesterséges élőlényeket egy ilyen szintű társadalmi megbélyegzettség fog övezni minden téren. Hát én azt gondolom, hogy ez valamennyire a korszellemet is tükrözi. Tehát a 20. század második felében az emberjogi mozgalmak foglalkoztak azzal, hogy a különböző ember típusok is egyenjogúak lehessenek, a különféle ember csoportok. És ezzel nagyon jól összevág az, hogy igen, itt van egy következő ennedik embercsoport, akik amúgy teljesen emberek, csak belül nem csontokból áll a vázuk, hanem nem tudom, adamantiumból. És ugyanakkor mostanra meg a társadalmi felfogás teljesen megváltozott ezen a területen, és kiegyenlítődtek ezek az emberi csoportok közti különbségek, és az egész PC kultúra abba az irányba megy el, hogy tényleg most már a macskáknak, a kutyáknak, az állatoknak, a fáknak, az ásványoknak, a folyóknak, mindennek legyenek jogai. Elképzelhetetlen, hogyha 2 év múlva előkerülnének emberszerűen viselkedő autonóm robotok, akkor azokat egyfajta ilyen hallgatólagos rabszolgaságba taszítsa az emberi társadalom. Tehát ez abszurdum, és ez az egyik nagy hibája szerintem a Blade Runner újraindításának, hogy egy olyan disztópiát, egy olyan alternatív univerzumot vázol föl, ami szerintem most már nem fog tudni megvalósulni. Egyébként ezzel kapcsolatban érdekes kérdés, hogy mi lenne az a pont, ahol emberi jogokat kaphatna egy ilyen entitás, egy ilyen android. Mert ugye az összes ilyen anyag, ami ebben az ügyben készült, abból a kiinduló pontból indul el, hogy léteznek olyan autonóm, emberszerű, emberméretű lények, amik emberi viselkedést produkálnak, és sok esetben esetleg megkülönböztethetetlenek akár beszélgetés, akár külső alapján az emberektől. De a valóságban nyilván ez egy hosszú-hosszú folyamat lesz, sőt, hát egyelőre nem látszanak a technológiai feltételei annak, hogy teljesen autonóm módon egy ilyen lény üzemelhessen a következő 5 évtizedben. Tehát ez teljesen valószínűtlen, legfeljebb internet kapcsolattal a fejében, úgyhogy egy központi számítógép irányítja. De hol van ez a pont, amitől már azt mondjuk, hogy ember? Mert hogy mint mesterséges intelligencia, azért itt filozófiailag kétféleképp lehet megközelíteni. Az egyik az, hogy ember szimuláció. Tehát egy szoftver fut benne, ami szimulálja egy embernek az összes viselkedési minőségét, viselkedés mintáját, és ezt lejátsza, ha kikapcsolod, akkor kikapcsolt. Vagy lehet egy olyan autonóm intelligencia, ami esetleg hardveresen működik nagyon hasonlóan, mint az emberi agy, és mondjuk nem lehet kikapcsolni. Tehát mi az a határvonal? Kérdezhetném úgy is, hogyha csinálunk egy akármilyen szimulációt, akár egy chatrobotot, ami mostanában már azért eléggé
bevett és magas szintre fejlesztett történet, ami elég jól tud kifejezni emberi érzelmeket. Mikortól tekintjük embernek ez a Turing-teszt, ez valid? Hát én azt mondanám, hogy alapvetően egy szimuláció, amit nem lehet megkülönböztetni a valóditól, az valid. A kérdés az, hogy milyen feltételeket szabunk mi. Ugye egy gyakran felmerülő gondolat ebben a témában az, hogyha írunk egy ember szimulációt, ami egy emberi lénynek mondjuk minden a teljes érzelmi skáláját lefedi, és emellett intellektuálisan is megfelelője egy embernek. Tehát ha írunk egy ilyet, beletöltjük mondjuk egy emberszerű robotba, és ezt pont csak azzal a céllal csináljuk, hogy megtévesszünk embereket, hogy ezt a robotot utána beküldjük a szobába, az elbeszélget Kis Jánossal, meg Kovács Zsófiával, és utána megkérdezzük őket, és azt mondja 1000 Kis János és 1000 Kovács Zsófia, hogy ők ezt nem tudták megkülönböztetni egy valódi embertől, ez jön ki a tesztből, akkor az ugye átment a Turing-tesztem, és egy általános vélekedés valamennyire, hogy ahhoz, hogy egy ennyire komplex robotot létrehozzunk, az utána amiatt lesz ember, mert ez egy olyan komplex idegrendszer másolatot kell létrehozni, hogy mint egy magától megugorja ezt a lépcsőfokot. De ugye, hogy ez valóban így van-e, vagy nem, azt addig nem fogjuk tudni, amíg ez meg nem történik. Az már egy másik kérdés, hogy ugye a chatrobot azért trükk, azért csalás ebben a kérdésben, mert a chatrobottal információ hiányban tartjuk a valódi embert. Ugye a valódi emberek azok egymás között sokkal többel kommunikálnak, mint csak szöveggel, és ezeket az információkat a chatrobotnak nem kell szolgáltatnia, azért, mert egy olyan médiumon keresztül történik a társalgás, ami eleve kiszűri, és az ember elébe megy, úgymond, a saját felsülésének a Turing-tesztben, mert ő nem feltételezi azt, hogy egy chatrobot van a másik oldalon. Hát igen, nyilván, hogyha nem, tehát itt a metakommunikációs réteg hiányzik ebből, de nem csak ez a csalás benne, hanem hiányzik az érzékelési réteg, és az a sokkal több nagyságrenddel nagyobb csalás, hogy a chatrobot téged is csak a beírt szövegeiden keresztül érzékel. Míg a valóságban rengeteg információt kellene róla tudnia, és magának is rengeteg plusz információt adni. De hát ez nyilvánvalóan a technológiai feltételek miatt tart itt ez a dolog, egész egyszerűen a belátható jövőben nem lehet olyan teljesítményű rendszert összeépíteni, ami egy ember méretre tudna egy ilyen bonyolult funkcionalitást produkálni. Hát ezzel kapcsolatban egy fun fact, a szexrobotok fejlődése. Ugye már jó pár éve léteznek olyan cégek, amik élethű szexbabákat árulnak, ezek nem tudom, ilyen 1-2-3 millió forint környékén elérhető emberi anatómiára, csontvázra fölépített meglehetősen élethű jószágok. És hát kitalálták azt, hogy hát jó lenne interaktív szexbabákat gyártani, amik legalább azokban a speciális helyzetekben, amikor használják őket, akkor emberszerűen viselkednek, reagálnak, beszélnek, lehet velük röviden társalogni, és elvileg is jöttek már ilyenek, mobiltelefonnal, Bluetooth-on össze lehet kapcsolni a szexbabát, és a mobiltelefonon egy egyszerű szoftver, akár az interneten keresztül, ezt most nem tudom pontosan, de minden esetre irányítja a hölgyet vagy urat. Azért a smokás szituációkat eredményez, mikor meghekkelik a szexrobotodat valahogyan vírusos lesz, és hát az a biztos, rossz program fut le rajta. A mangódló kettőt az internetről azt nem köszönöd meg. Hát az biztos, hogy a következő generáció prankjei között ez nagyon, nagyon jelen lesz.
egymás androidjainak a meghekkelése. Az a baj, hogy egyelőre én úgy látom, hogy ezt a szolgáltatást sajnos azok veszik igénybe, akik nagyon-nagyon elmagányosodott állapotban vannak, vagy olyan szintű gyász folyamatban, hogy nem tudják elengedni a párjukat, és akkor megrendelik. Gondolod? Hát én olvastam el... Tök fán ez a szexbaba, és egyáltalán nem kell hozzá egy ilyen lelki, sérült, nyomorultnak lenni, hogy valaki... Nem tudom, én olvastam erről egy cikket, és elég nyomasztó volt az a pár szituáció, amit felvázoltak. Tehát a feleségét egy évtizede elvesztett úriember, aki továbbra sem lépett ezen túl, és ezért egy élethű feleség szexbabával él együtt. Jó, hát extremitások mindenhol léteznek, meg ilyen rossz példák, de szerintem nem ez. De ha ez is most az általános, ez meg fog változni, ahogy teret nyer ez az ipar szerintem, mert azért a szexbabáknak meg volt eddig legalábbis az a hátrányuk, hogy nem reagáltak semmire, tehát a velük való szex az egyfajta nekrofília volt, mint hogyha egy tetemmel szeretkeznél, vagy egy önkívületbe levő, egy kómás emberrel szeretkeznél. Hát erre szerintem azért viszonylag keveseknek van úgy külön gusztusuk. Ez tény, de ahogy itt generációra generációra egyre élethűbbé válnak ezek a szexbabák, az én személyes álmom az, hogy rendet is tud tenni a szobában, amíg nem vagyok otthon, és el is mosogat. Onnantól kezdve nem lesz szükséges az, hogy valaki ilyen extrém élethelyzetekbe forduljon ehhez a lehetőséghez szerintem. Hát még inkább valószínűleg az, hogyha olcsóbbak lesznek, tehát hogyha ennyire drágák, akkor valóban egy nagyon erős drive kell ahhoz, hogy a pénzügyi oldalát és a társadalmi ugye megbélyegzettséget is vállalni, ami ezzel jár. De hogyha mondjuk holnaptól kezdve mondjuk nem 3 millió, hanem 50 ezer forint egy ilyen, és Lajcsinak megveszik a haverok a legény búcsúra, akkor már mindjárt több helyen fognak feltünedezni, és minél több helyen feltünedeznek, annál elfogadottabbak lesznek, annál profibbak lesznek, annál többet fognak belőlük gyártani. Hát ez a folyamat, ez úton van. Én azt olvastam, hogy az elmúlt 10 évben meg 20-szorozódott ennek az iparnak a bevétele. Most már éves 30 milliárd dolláros forgalma van ennek a szexbaba iparnak. Úgyhogy bár különféle társadalmi szervezetek már megindultak ellene, de valószínűleg a 10-20 év múlva elég jó minőségű. Egészen lenyűgöző, hogy hova tudunk a mesterséges intelligenciáktól kiukadni egyébként. Igen, épp én is mondani akartam, hogy talán a mesterséges intelligencia személye az, bárki tudja, könnyen lehet egyébként, hogy ezen az úton fog eljutni ide. Mert hogyha belegondolunk, szintén egy nagyon nagy hibája, vagy hát egy nagyon nagy visszássága a sci-finek, ami a mesterséges intelligenciákkal foglalkozik, hogy a rendszerint nincs valójában megindokolva az, hogy miért vannak mesterséges intelligenciák. Például ugye, ami tényleg talán a leghíresebb a témában, Asimo én robotjában teljesen felesleges, hogy az ott szereplő robotoknak értelme van. Szerintem a témában a legrosszabb a Terminátor és a Skynet, amikor az összeállt kódtöredékek öntudatra ébrednek. Igen, de az inkább, tehát az az eredet történet terén rossz. Én koncepció szinten értem azt, hogy rossz, ami miatt nem is valósult meg, nem csak azért, mert nem tudunk mesterséges intelligenciát csinálni, nem csak azért nem Asimo-féle robotok dolgoznak mondjuk az autógyárban, vagy a finománikában teljesen sem arra nincs szükség, hogy emberszerűek legyenek, sem pedig arra meg pláne nincs szükség, hogy intelligensek legyenek. Az hátráltató tényező lenne, hogyha intelligens ember alakú dolog kell, akkor ott van rá az ember. Hát illetve tágítsuk kicsit ki az intelligenciát, mert rengeteg mesterséges intelligencia között élünk most is.
a jelzőlámpáktól elkezdve a gyárakban dolgozó robotokig mindegyik valamiféle korlátozott intelligencia, ami valamilyen döntéshozatali folyamatra képes. És ezt ugye elvileg tudományosan már intelligenciának és mesterséges intelligenciának nevezhetjük, csak hát mesterséges intelligenciaként nyilván androidokra gondolunk, és nem mondjuk egy ellenfélre egy játékban, egy számítógépes játékban. Igen, nincs szükség arra, hogy személyek legyenek, és nem is azok, és valójában nem is lesznek azok. Tehát, hogyha mesterséges intelligenciát a sci-fi értelemben vett mesterséges szemét alkot az emberiség, akkor az kétféle céllal jöhet létre. Az egyik az a kíváncsiságból, hogy tudunk-e ilyet csinálni, és hogyha tudunk, akkor csináljunk. A másik pedig, hát és itt visszakanyarodhatunk pont a szexrobotokhoz. Egy olyan... Szerintem a katonai cél is befitteni. A katonai célra már vannak autonóm robotok, például az oroszok használják az atomerőműveik és ilyen titkos katonai létesítményeiknek az őrzésére. Ott sem szükséges, hogy személyisége legyen a katona. Katonának nem véletlenül bontják le a kiképzése során a személyiségét. A katonának nem személyiségnek, hanem egy parancs végrehajtó robotnak kell lennie. A közkatonának igen, de mondjuk egy tábornoknak, vagy egy felsőbb vezetőnek. És az miért lenne jó, hogyha a tábornok az egy mesterséges intelligencia? Azért, lenne. Mert akkor nem lehetne befolyásolni olyan dolgokkal, mint mondjuk elrabolják a családját. Hát igen, ebben van valami, de szerintem... Másrésztről viszont nem lehet befolyásolni olyan dolgokkal, hogy megemelik a fizetését. Felülről. És ez előny vagy hátrány? Hát hátrány. Hátrány. Hát mert hogy a tábornokok azok felsőbb utasításra lehetnek majd androidok egyszer, és ott nem lesz érdeke senkinek, hogy egy tárgyilagos figura legyen a tábornok, aki nem irányítható semmilyen módon, hanem egy saját értékrendje van, amitől nem tud eltántorítani. Tehát szerintem ez nem tűnik egy jó projektnek. Szerintem kifejezetten az emberszerű, ilyen mesterséges személyek, ezek csak az olyan helyzetekben, ahol ember-ember interakcióra van szükség, kifejezetten ember-ember interakcióra, és igazából a szexbabán kívül, amit még el tudok képzelni, az a társalkodó. Igen, ezt most már, hogyha jól tudom, akkor Japánban elég erőteljesen kutatják az olyan robotokat, akik képesek idős embereknek segíteni. És olyan idős embereknek is, akik esetleg mondjuk már egy számítógépes rendszert nem tudnak kezelni, de egy emberszerűen viselkedő, emberként társalkodó, segítő robot, aki a mindennapjaikban ott van, az nagyon-nagyon hasznos nekik. És hát ugye az előregedő társadalom, ami egy eléggé központi probléma szintén manapság, megvan erre az igény. Hát a technológiai szingularitás hívei még azok, akik itt ezt nagyon erősen tolják, ugye a Google-nél, az Elon Musk-ék is, meg ez az egész ilyen amerikai, ilyen Mountain View-i, Silicon Valley-i, ilyen technokrata elit, mert hogy akik hisznek a technológiai szingularitásba, és szeretnék látni ezt a közeljövőben, számukra életfontosságú az új találmányokat felköpő, ilyen szuperintelligencia, de ők nem emberszerű, hanem szuperintelligens lényt akarnak alkotni. Mondjuk a szuperintelligencia az az űrkutatás, illetve űrutazás során sem lenne egy hátrány. Hát, mint tehát, a mint kolonizálás hol például. Az űrodisszeában? Nem erre gondoltam, hanem például mondjuk, ha tényleg... valós céllá válik az, hogy bolygókat kolonizáljunk, akkor nem lenne rossz, hogyha szimulálni lehetne azt, hogy hogyan fog egy adott társaság azon a körülményeken viselkedni, tehát a kisebb gravitáció ilyen-olyan bolygó igen, körülmények. Hát vagy akár azt, hogy például, hogyha mondjuk kolonizálni akarunk egy teljesen élhetetlen bolygót, akkor mondjuk az első, akit oda küldünk, az legyen egy ilyen szuperintelligencia,
sok általa vezérelt robottal, akik mondjuk az első néhány lépést megteszik, és ne három telepesnek kelljen ott fejteni a csákánnyal a metánt. Ne a Covenant legénységének kelljen felfedezni a gombaspórák áldásos hatását. Vagy például az Interstellárban bemutatott kolonizációs program, amikor kilőttünk ide egy asztronautát, aki körbenézett és konstatálta, hogy hát itt lófasz sincsen, srácok, ide nem tihetünk. Igen, hát valószínűleg ez lesz a jövő, hát a jelen is ez, tehát nem magunkat küldjük el a Marsra, hanem ilyen félintelligens jószágokat. A szuperintelligencia igen, ilyen szempontból érdekes. Matt Damon oda ment, aztán egyből meg is kellett menteni. Ennyi, hát rögtön látható. Szóval mondjuk a Banks könyvekből ismert elmék, amik ilyen szuperintelligenciák és társadalom irányítók is. Én azt gondolom, hogy az személyiséggel rendelkező, de nem emberi, hanem szuperhumán intelligenciák, azok lehetnek hasznosak a jövőben, pont a társadalom irányításban, mert hát valószínűleg a társadalmat jobban is lehetne irányítani. Ámen. Igen, azt hiszem tovább léphetünk a megmaradt témáinkra, és ha már ennyire tudományos irányba mentünk el, akkor az első az lehet egy nagyon érdekes tudományos hír. Ugye az utóbbi hetekben sikerült megtalálniuk tudósoknak a világegyetem hiányzó anyagának nagy részét. Ez konkrétan a sötét anyag akkor? Nem, a sötét anyag az még mindig van sötét anyag, meg sötét energia is, biztosan, még nem tudjuk, hogy hol, de majd már keressük. A szőnyeg alatt már megnéztük, most az ágy alatt is előjön előbb-utóbb. Ez konkrétan a sötét anyagon kívül a hagyományos, tehát protonokból, neutronokból, elektronokból álló anyagból is hiányzott egy nagy adag, ami nélkül nem magyarázható, hogy miért nem tágul még gyorsabban a világegyetem. És azt az elméletet alkották meg már évek óta, hogy ez az anyag a galaxisok között egyfajta hálózatot alkot, ilyen ritka gázfonalak formájában, amik összekötik a galaxisokat, csak nem elég sűrű ahhoz, hogy kitakarjon bármit, és nem elég forró ahhoz, hogy fényt bocsásson ki, vagy sugárzást bocsásson ki, úgyhogy mindez ideig nem sikerült felfedezniük, de most megtalálták és bizonyították a létezését. Egy pillanatra azért álljunk meg itt a sötét anyag kapcsán. Én úgy tudtam, hogy a sötét anyagot azért hívják sötét anyagnak, mert nem tudjuk, hogy mi az. Tehát az nem egy újfajta anyag, hanem a hiányzó anyag maga a sötét anyag, és azért sötét, mert fingunk sincs, hogy az mi. Akkor ez végül is nem a sötét anyagnak legalábbis egy része, ezek a ilyen atomi, protonikus gázfonalak. Nem, amennyire én tudom, a sötét között anyagnak kifejezetten egy másik típusú anyagot neveznek, mint amiből mondjuk mi vagyunk. Nem készültem föl kellőképp, de... De kérjük meg a hallgatókat, hogy nézzenek. Igen, hogy írják meg kommentben. Gondolkodtam, hogy bedobjam ezt a barion részecske dolgot, de mivel ennyit tudok a kérdésről, ezért inkább nem dobom be. Akkor, hogy egy sokkal közelhetőbb részét vizsgáljuk meg a dolognak, nagyon-nagyon szép az a modell, amit ezzel az újonnan felfedezett anyaghálóval alkottak meg a tudósok az univerzumról. Úgy néz ki, mint egy neuron térkép mondjuk az emberi agyról, a galaxisok és az őket összekötő ilyen hálók. És hogy ennek kapcsán egy science fictionösebb vonalban is elmenjünk. Nem tudom, hogy olvastátok-e a már említett Ian M. Banksnek a Sötét háttér előtt Igen. című könyvét. Én még nem. Aminek ugye az a
Igazából nincs köze sokban a könyv történetéhez, de az az egyik háttere, hogy egy gazdagon lakott, tehát több lakható bolygóval rendelkező naprendszerben játszódik a történet, ahol mindenféle kalandokba keverednek a főhősök, és ez egy nagyon-nagyon öreg naprendszer, ahol rengeteg dolog történt már, mindenféle civilizációk, robotok, mindenféle birodalmak emelkedtek, buktak meg, és amiről nincs szó a könyvben, az más civilizációk, vagy más naprendszerek, és mint egy mellékesen odavetett mondatként van jelen a könyvnek a kétharmadánál, ahol kiderül, hogy mindez azért van, mert ez az egész naprendszer, ez a galaxisok közti űrben jött létre. És hogy a könyvcím is azért sötét háttér előtt, mert azért történik minden itt, azért ismétli magát folyamatosan ez a civilizáció, és azért ennyire reménytelen, úgymond az egész helyzet, mert soha a büdös életben nem fognak eljutni egy másik csillagrendszerhez, mert több millió fényévre vannak mindentől. Hát ez egyelőre a mi civilizációnkra is igaz lehet. Legalábbis egyelőre más naprendszerek felfedezése az nagyon-nagyon távoli cél lehet csak. Hát tekintve, hogy a saját bolygónkat sem ismerjük. No. Hát, ezt fejtsd ki. Hát például, hogy a mély tengerek élővilága jelenleg egy abszolút kutatás alatt lévő dolog. Na jó, de azért ez a bolygónk megismerésének egy igen parányi szegmense. Azért egészen sok része van a mély tengerekben, mély tengereknek a Földön. Már csak azért is, mert jóval több tengerünk van, mint szárazföldünk, és az óceán átlag mélysége is valami egészen meghökkentően. Igen, csak a tengernek nem olyan változatos az ökoszisztémája, mint a szárazföldnek, mert ott a különféle ilyen tengerfenéki akadályok, azok nem akadályozzák annyira az élőlényeknek a szabad vándorlását. Tehát ott nem várható az, hogy az egyik mélytengeri árokban ilyen állatok élnek, és 100 kilométerrel odébb meg egészen mások. Jó, akkor mondok egy másik példát. A Földön van egy csomó olyan pont, ahol random zajok jönnek a Földből, és fogalmunk sincs, hogy mi az. Tényleg? Igen. Mesélj még erről. Azt hiszem, talán Mexikó közelében van egy ilyen állandó búgás jellegű hang, ami így valahonnan... Megatron akar kitörni a Föld alól. Én Cthulhu-ra tippelek. Én a csupakabrát mondtam. A második Rovátkát Lovecraft vonalon. Szóval, hogy ja, ilyenek vannak. Vagy ott vannak például a gömbvillámok, amikről valami keveset tudunk. Ez a téma, azt hittem, hogy az ilyen New Wave, New Age, ezoterika világába tartozó dolog ez a gömbvillám, nem? Én nem tudom. Én a villámot inkább a fizika. A 90-es években ment ez a gömbvillám sztori, de én úgy az Uri Geller, meg az ilyen Fülöp-szigeteki, belenyúlok a hasnyálmirigyedbe, és kiveszem a rákot doktorokkal, tettem egy polcra. De ez milyen alapon? Tehát a gömbvillám az hogy kapcsolódik a témához? Mert a gömbvillám is egy ilyen ezobioterikus, sámánista jelenségnek tűnt. Akár csak a villám? Igen, tehát a gömbvillámot azt többször látták már emberek, és le is írták, és nem csak Gyurcsók József. Aki már szegény nem láthatja úgyse, de... Igen, de Tihanyi Tamás sem hiszem, hogy olyan gyakran gömbvillám gyógyít. Azt nem tudom, ki az. Ő is a Budapest TV-nek egy méltán híres csoda doktora, aki... És ő még él? Ő él és praktizál, és a múltkor láttam, hogy gerinc műtétet hajtott végre élő adásban. Ezt érdemes megtekinteni. Nagyon szomorú, hogy ezek a távgyógyítók önmagukat nem képesek meggyógyítani. A sors micsoda iróniája, hogy szegény Gyurcsók sem tudta magát meggyógyítani. Csak a másokat. Ő másokért élt egész életében. Akkor tartsunk egy perces néma gyász szegény Gyurcsókért. Semmiképp sem szerintem.
Jó, én nekem nincs több információm a gömbvillámról, de utána megkérjük fogok a hallgatókat, járni. Nem, ennek személyesen fog utána járni, hogy mi a helyzet ezzel a gömbvillámmal. Becsöngetsz az összes szomszédba, hogy lakik-e ott gömbvillám? Látott-e már valaki gömbvillámot? Mari nénin kívül, akit kétszer elraboltak az UFO-k. És lesz egy ilyen tények rovat a gömbvillámokról és Paliról. Gömbvillámot láttak, pedig vakok voltak. Ez egy nagyon jó pláne tények címnek. Tökéletes. Na mindegy, visszakanyarodva egy kicsit, nem akartalak le dorongolni, Lilla, csak arra akartam utalni, hogy az általad említett dolgok a földgolyó megismerésével kapcsolatban, én azt gondolom, hogy nem meghatározó jelentőségűek. Tehát én azért kimerném jelenteni, hogy elég pontosan ismerjük ezt a bolygót, amin most lakunk. Lehet, hogy tévedek, és ki fog derülni, hogy fantasztikus, mindent megváltoztató dolgok lapulnak a mélyben, vagy a gömbvillámok civilizációja irányítja a háttérből a világkormányt, vagy valami. De alapvetően én azt gondolnám, hogy a földgolyóról fellelhető információknak ez egy annyira töredékhányada, amiket mondtál, hogy szerintem a hiba határon bőven belül van. Kétségtelen, hogy a Földet ismerjük a legjobban, de hogy azt sem is fedeztük föl még teljesen, tehát hogy és a naprendszerünkből... De teljesen nem is fogjuk tudni felfedezni. Minden földgolyóhoz tartozó atom, élőlény, fűszál. Tehát mi a tökéletes ismerése a Földnek? Hát azt azért például mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy még a Földnek több olyan része van, ahol nem igazán járt ember. Például? Nyilván nem mondjuk egy kontinens vagy hasonlók, de... Például mondjuk Közép-Afrikában, Dél-Amerikában, ha jól tudom, Ázsiában is vannak olyan részek, ahol, hogyha nem is nem járt soha ember, mondjuk járt ezen a, nem tudom, 2000 négyzetkilométeres területen egyszer valaki, ő körbenézett, leírta, hogy hát itt ilyen dolgok vannak, aztán elment onnan, és könnyen lehet, hogy ott még azért vannak érdekes dolgok. Ha jól emlékszem, néhány éve fedeztek föl egy ilyen elveszett világot. Egy dél-amerikai fennsíkon volt? Igen, igen, ezek a tepuinak nevezett ilyen az Amazonas által kivált területeken megmaradtak ilyen szikla tönkök, ilyen több száz méter magasan, amiknek elég nagy felszíni felülete van, és azok teljesen különálló biomokat alkotnak. Igen. A tepuikról remek filmeket lehet látni, például Attenborough is járt ilyen helyeken, legalábbis az ő filmesei. Előszeretettel filmezgetik ezeket mostanában. Hát persze, de ezelőtte fel kellett fedezni. Jó, azért hozzá kell tenni, hogy a tepuiknak a tetején sem találtak ilyen világra szóló élőlényeket, azért is nem lett belőle index címlap hír, hanem találtak egy újfajta békát, ami 3 cm hosszú és barna. Meg hasonló hatalmas áttörések jó, voltak. Jó, hát nem lehet mindenáron mindenhol túlra lelni, de... De legalább egy Godzilla tojás, vagy valami. Vagy egy unicorn is baby. Amit valaki orvul lelőtt és megevett, mi már... Esetleg megosztod velünk a robotos... Ó, igen. Sztorit is. Nagyon sok ponton kapcsolódik, most, hogy így végigmentünk ennyi témán. Igen, már vártam is. Hogy a napokban zajlott le a világ első óriás robotharca egy amerikai és egy japán csapat között. Mindketten építettek egy több tonnás óriás robotot, ami jól egymásnak mentek. Egy ilyen... Autonómak, vagy irányítják őket? Irányították.
méghozzá pilóta, tehát bent ülő ember irányította őket, és ezek egy ilyen üres gyárépületben jól egymásnak mentek, és elpáholták egymást. Ki győzött? Az amerikaiak győztek. Akkor meg se nézem. Elfelejtettem, hogy Lila, te emlékszel a nevére a robotoknak? Valamilyen Eagle volt az. Igen, amerikai, a... de nem tudom milyen. Nem, de nagyon menő, nekem a Saints Row szériát juttatta eszembe, mert egy ilyen napszemüveges, fehérfejű rétisas formájú. Szóval texasiak épített. Lehet, de tényleg adta ezt az amerikai És ez egy sorozat lesz, vagy ez csak egy ilyen... Ez egy ilyen random emberek random kitaláltákból indult el, amennyire én tudom. És viszont úgy tűnik, hogy eléggé rákaptak az emberek, nagyon nézett volt a Twitch-em. Annak ellenére, hogy meg kell jegyezni, hogy hát elég gagyi volt. Igen, tehát nekem azt juttatta eszembe, mint a... amikor megjelentek a gőzmozdonyok, és ugye volt ez a játék, hogy fogd meg a mozdonyt, vagy met körbe 10-zel a mozdony, és akkor a kisgyerekek lesprintelték, tehát kb. Ennyi akcióértéke volt, hogy így nagyon lassan emelte föl a karját, és akkor bum. Igen, valójában nagyjából reprodukálni lehet az izgalmat, hogyha ugyanebben a gyárépületben egymásnak vezetnek két targoncát, de mindennek ellenére én nekem meg kell jegyeznem, én nagyon belelkesültem ennek a láttára, ugyanis szerintem az ötletek, amiket bemutattak a robotoknál, azok kifejezetten szórakoztatóak és jók voltak, és úgy tűnik, hogy ebben fognak még pénzt, időt és energiát fektetni sokan. Úgy olvastam, hogy most már a következő iterációban már 25 különböző csapat jelentkezett, hogy ők is akarnak építeni óriás robot. Az izgalmasabb lesz. És... kicsi robotokkal volt régen egy ilyen igen, műsor. Igen, én nekem nagy kedvencem volt a régi Robot Wars, ahol kicsike robotokat távirányítóval egymásnak vezettek. Voltak rajtuk mindenféle körfűrészek. Igen. Sajnos, ahogy itt most az óriás robotharcban, ugye a kicsi robotharcban is elég hamar előjött, hogy a Rule of Cool az a számítógépes játékokon kívül máshol nem igen rúg labdába, tehát a mindenféle kösöntjük és tüskék és... kösöntjük. És menő kellékek, amik lelógnak a robotról, azok többnyire hátráltató tényezők. Bár itt például volt egy nagyon érdekes megnyilvánulás, nem annyira sikerült, de a japán robot a harc közben egyszer csak kiengedett magából egy drónt. Oh. Itt valaki más irányított, és a drónnak az lett volna a feladata, hogy rászáll a másik robot kamerájára, és füstöt bocsát ki. Ó, oh, milyen kis ravasz. Tehát ilyen cseles megmozdulások, és remélhetőleg ebből később fogunk többet is látni. És mikor lesz ilyen? Ez a 25 csapat mikor mérkőzik meg? Hát ezt nem tudom. Ezt nem tudjuk. És azt sem, hogy ebből valójában azért mennyi fog robotot építeni, mert... Viszont erről most az jutott eszembe, hogy végre elkészült, talán a múlt heti hír, hogy elkészült egy olyan anyag, egy olyan szövet, ami ilyen mesterséges izom, ami felülmúlja most először az emberi izomnak a teljesítményét, és árammal működik. És a sebességben és erőben is felülmúlja az emberi izomzatot. Ilyen izomszerű trutymóanyag, ami... közelebb vihet minket az androidokhoz, de legalábbis az élet hűszex babákhoz. Ahhoz mindenképpen. Bár onnál nem biztos, hogy szeretnéd, hogy sokkal erősebb és gyorsabb legyen, mint az ember, mert esetleg sérülések keletkezhetnek könnyedén. De lehet feszesebb a hüvelyizomzata. Ó! Látom, megcsillant a szemedben valami. Igen. Jó. Azt szerettem volna még itt elmondani, ez szintén aktuális hír, a középföldével kapcsolatban, hogy egy kicsit irányt váltsunk. Olvastam egy nagyon érdekes, nagyon hosszú és nagyon átfogó cikket néhány földrajzzal és geográfiával foglalkozó tudós
úrtól, akik megvizsgálták kicsit alaposabban Middle Earth-nek a földrajzát, és hát kiderült, hogy bizony-bizony itt elég komoly földrajzi problémák vannak. Ezen belül is az Anduin folyó, ami leereszkednek főhőseink a gyűrűk urában, nem folyhatna arra, amerre a térkép szerint folyik. Na de hogyha varázslat? Jó, de hát tudod, hogy van ez a fantasyben, tehát nem lehet minden a mágiából. Szerintem a fantasyben pont az a jó, hogyha valamiről nem tudod megmagyarázni, akkor kihúzhatod a mágia kártyát. Úristen, nem mondhatsz ilyet. Szerintem néha ez azért jól sül. Szerintem nem jó. Én pont most vitáztam a magyar szerepjátékos közösségben, a fórumon, egy várossal kapcsolatban, ahol szintén a város működésével kapcsolatos logisztikai problémákat az alkotók szerették volna a mágia kártyával megoldani. Én nem szeretem az ilyet, tehát szerintem egy fantasy világ akkor jó, hogyha koherens, hogyha a mágia is a helyén van benne, mert hogyha mindenre csak a mágia kártyát lecsapkodjuk, akkor gyakorlatilag egy ilyen 3 éveseknek szóló mesében járunk. Azt mondom, hogy minden esetben ez jó, de jól tud elsülni. Hogy ha értelmesen van használva a mágia kártya, akkor esetleg olyan világokat szülhet, ami én azt mondanám, hogy a mágia kártya akkor működik, hogyha mondjuk az alapozó műben, ez esetben ugye a Gyűrűk ura és a többi Tolkien, tehát a Tolkien életműben van arra vonatkozólag bármiféle utalás, mint ahogy itt is ezek a geográfusok ezt fejtegették, hogy talán a valák rakták oda azt a folyót, és azért folyik át a síkság után egy másik hegységen ez a folyó, mert fölfele is tud folyni, vagy valami hasonló. Én amúgy nem kedvelem az ilyesmit. Hát valahol azért ugye mindig meg kell húzni egy határt, mert a szerző is csak emberből van, és nem érthet mindenhez. Tehát nem várható el az, hogy még mondjuk egy Tolkientől sem, aki azért, lássuk be, jobban utána járt a saját világának, mint a legtöbben szoktak. Nem várható el senkitől, hogy minden tekintetben utána nézzem mindent, mert különben sose fog megjelenni a könyv. Jó, azért értsük, hogy itt ez egy vicces hír, tehát nyilvánvalóan még maguk a földrajz szakos egyetemisták sem gondolták komolyan, hogy ez egy komoly probléma lenne. Én attól tartok, hogy vizsgai időszak lehetett. Igen. Az... Bármit csak tanulni ne kelljen, vírus terjedni kezdeni. Jó, van-e még témánk a mai műsorra? Én szerintem végigértünk nagyjából. Én is úgy gondolom, hogy nem marad bennünk tüske mára. Ebben a közel fél órában bele is fáradtam egy kicsit. Esetleg írják meg a hallgatók kommentben, hogy mit hiányoltak a mai műsorban. A felkészültséget szerintem. Ez könnyen lehet. Jól van, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, főleg anyukám. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!